Szép jó napot kívánok, nem tévedtem, ilyenkor azt szoktam mondani, hogy szép jó estét, ha 7 órás vendég van, de ma csalni fogunk. Tehát jó reggelt kívánunk, üdvözlünk a Pirkadat nézőit. Stúdiónk vendége egy meglepetés vendég, meglepetés mindannak, aki még nem ismeri. Én már tinédzser koromban az egyik fanja voltam, úgyhogy ma Brody Show következik, úgy a Pirkadatban, mindeste majd a 7 órás vendégben. Szép jó reggelt kívánok, aztán meg majd szép jó estét. Jó, én minden esetre üdvözlöm a nézőket. És akkor szerintem kezdjük a legfrissebb dallal, és a stúdió már kapcsolja is a legfrissebb dalt nekünk, okay. És akkor attól lehet, hogy jobb kedvünk lesz. Megint szól a harsónak, hogy ez a világ a lehető világok legjobbika, és árulunk ki a szebb jövőt, másként képzeli el, és ellenség lesz mindenki, aki kételkedni mer. Lesz ez még így se, ideje észhez térnetek, aki a bálvány körül táncol, az, ami nem segíthetek. Lesz ez még így se, mondta és keserű nevetett, aki a hazáját nagyon szerette, de
szereted. Bródy Jánost, a költőt és a zeneszerzőt hallották. Megtisztelő. Nekünk is nagyon megtisztelő volt. Nekem az jut eszembe Bródy Jánosról, hogy 16 éves vagyok, és lelkesedem önért. Ami egy nagy vita volt köztünk, mert a bátyám az Bergendi fenn volt, én Illés fenn, aztán az öcsém meg Metró fenn lett, de azért akkor békében élünk. Akkor valahogy elhelyezem az időbe, ez a 70-es évek elején lehetett, mert akkor volt a Bergendi nagyon népszerű, de az Illés már sokkal korábban. Tehát tulajdonképpen, amikor a Bergendi már olyan nagyon népszerűvé vált, az már körülbelül 73 volt, és akkor az Illés zenekar már be is fejezte. Én 73-ban már régen izraeli állampolgár voltam, úgyhogy nekem a Tánzdal Fesztiválnál kezdődött az Illésrajongás. Akkor még fiatal voltam, és nem tinédzser. Hogy létezik az, hogy nem csak az én generációm, hanem az utánunk következő generációk is lelkesednek minden Bródy számért? Hát ez kultúrtörténet titka. Nyilván ezek maradandó élményeket jelentenek, és képesek még esetleg a későbbi generációnak, ahogy mondjuk az én nagy egyik példaképem, Czerkovics Béla dalaival történik. Ugye az is már elég régen élt, és amikor a dalait írta, akkor úgy tűnt, hogy megteremti a pesti dalt, és mindenki azt gondolta, hogy hát ez csak olyan tingli-tangli, ez időleges, majd elmúlik, és úgy tűnik, hogy mind a mai napig azért a Czerkovics dalok élnek. Miközben fogalmunk sincs arról, hogy abban az időben ki volt a miniszter a kultúrában, vagy másról, vagy egyébként. Hát nem is hiszem, hogy minket érdekel, hogy akkor ki volt a miniszter. Kultúrában már nincs miniszter, maximum egy államtitkár, a kulturális államtitkár. De hogy létezik az, hogy a Bródy dalszövegeknek a mondani valója még ma is aktuális? Hogy lehet, hogy akkor aktuális volt, és ma is aktuális, és itt nem a legújabb számra gondolok. Szeretnél arra célozni nyilván, mert számodra is megélt élmény, hogy a 60-as évek társadalmi rendszere, és mondjuk a mai életformánk sok tekintetben hasonló vonásokat mutat. Ugye én azt mondanám, hogy 1848-ban elindult egy polgári forradalom, egy átalakulás a magyar társadalomban, de ez a polgári forradalom, ez a mai napig nem érte el a céljait, és tulajdonképpen újra meg újra mindig afféle feudális urambátyám rendszerek között élünk. Persze az ideológia, mondanám, hogy a cégtábla, az időnként más és más felirattal rendelkezik, az ideológia időnként átfestik. De a Wirtschaft, ahogy azt szokták mondani, az majdnem ugyanaz. Pestiesen szólva. Ha Bródy János megéri a mondjuk 96. életévét, és akkor leül és verset ír és zenét szerez rá, akkor is mindig valami új lesz? Hát én nem tudom. Én valójában gyakran érzem úgy, hogy egyáltalán nem vagyok, hogy úgy mondjam, újító vagy forradalmi, hanem én most már eléggé konzervatív vagyok, hagyományőrző, és nem is nagyon változom. Tehát a hagyományőrzet ez a hajviseletből eredendő, vagy a hitvallásból, vagy miből? Hát hagyományőrzők azok beszoktak öltözni, vagy szabadságharcosnak, vagy mindenféléknek. Ilyen értelemben én egy konzervatív pasi vagyok, azokat a gondolatokat,
értékeket őrzöm, amiket fiatal koromban megismertem. Még az is lehet, hogy von Haus-Aus, ahogy ezt szintén szokták mondani errefelé, mert hát én egy szabad szellemű polgári környezetben nőttem föl, és számomra ezek a polgári értékek, amelyeket általában a nálunk uralkodó hatalmi rendszerek mindig megpróbáltak valamilyen formában elnyomni, vagy legalábbis nem kívánatosnak tekinteni. De ha ezek a rendszerek nem lettek volna, akkor miről írtál volna? Hát ez egy jó kérdés, hát fene se tudja. Nem tudom, hogy miről írtam volna. Én számomra minden esetre, már amikor megismertem az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatát a 60-as évek vége felé, akkor úgy éreztem, hogy van-e olyan szellemiség, egy olyan eszmerendszer, ami nagyon szép, és ami talán esetleg alkalmas arra, hogy az emberek közötti állandó konfliktusokat, háborúskodásokat, véres összeütközéseket valamilyen formában megpróbálja csökkenteni. És azt gondoltam, hogy ahogy a preambulum mondja, hogy ez egy olyan eszme, aminek az elérésére minden népnek és minden nemzetnek törekednie kell, hogy akkor én ezt hirdetni fogom, mert kevesen ismerik. Hát most a kérdésedben az van, hogyha ezt mindenki ismerné, és mindenki követné, és mindenki elfogadná, hogy akkor lenne szüksége egy ilyen emberre, aki ezt mondjuk dalokba fogalmazza meg. Biztos, hogy ez egy olyasfajta eszmerendszer, aminek azért az elérésére hát csak törekedni lehet, és soha nem fogjuk elérni. Tehát azért ebben van, hogy úgy mondjam, művészi távlat és lehetőség. A beszélgetésünk eleje a Pirkadatban látható, ami egy politikai magazin műsor. Aztán majd folytatjuk a 7 órás vendégbe, de én úgy érzem, hogy ezek után, az üzenetek után most hallgassuk meg a második bejátszást, mert attól egyből még jobb kedvünk lesz, és előjön egy Bródi, akiért igazán lehet lelkesedni, és akkor halljuk most a második bejátszást, kérem. Egy sárga rózsa elrott homlokán, a szürke úton csak áll várakozó, földvár felé fél úton. Az őszi napfény bágyattan virul, az őszi bánat szép szemére hull. Ha ismerős volt, hogy honnan nem tudom, földvár felé fél úton. Megszólítottam, bár nehéz volt szívem, földvár felé, ha eljön, elviszem. Nem válaszolt, csak nézett álmodó, földvár felé, fél úton. Vártam egy percet,
vagy annyit sem talán. És mérgelődtem, tásüket ez a lány. Még egyszer szóltam, ha nem jön, itt hagyom. Földvár felé, félúton. Csak áldott némán, s nem fordult felé. Az őszi napfény felragyogott szemén. Egy könycsepp gördült, az arcán csillogott. Földvár felé, félúton. Nem kértem többször, hisz vártak már rám. A földvári kultúrház ócska színpadán. Ott hagytam őt, és mást is jól tudom. Földvár felé, félúton. Azóta nézem az út jobb oldalát. Talán még egyszer meglátom azt a lányt. Ha megtalálok, megvégasztalom. Földvár felé, félúton. Földvár felé, félúton. Aki úgy érezte, hogy az első bejátszás nem szólt egészen a szívéhez, nehéz itt korán reggel szépen beszélni, főleg egy ilyen szám után, ami az embernek a fiatalságát juttatja eszébe, de szerintem nagyon sok fiatal is ismeri ezt a dalt. Az a helyzet, hogy az énekelt ritmusos szövegek minden más művészi formánál jobban tudnak szívbe hatolni és rögződni a lélekben. Ez a dalformának valami ősi misztériuma, ahol az dallam, a zene által kiváltott érzelmek és a versszöveg, ami összekapcsolódik vele, mint a DNS spirál elválaszthatatlanul, ez valami nagyon mély, és ha jó a dal, akkor nagyon tartalmas és maradandó mondani valót tud közvetíteni. Volt neked egyáltalán olyan dalod, amiből nem lett sláger, hisz a Kossuthiat sem véletlenül kaptad. Melyik az a dal, amelyiket szeretted, de valamiért nem jutott el az emberek szívéig, illetve nem dugdolták utána? Na, nagyon sok van, miután több mint 800 dal szövegét írtam, ezek között azért elég sok olyan van, amire ma már nagyon kevesen emlékeznek, hiszen egy nagyon népszerű és köztudatban élő költő, akit nagyszerű kulturális jelenségnek tartunk, annak is maximum 4-5 versét ismeri a nagy közönség, pedig hát sokat írtak. Szóval azt kell mondanom, hogy rengeteg ilyen van. Emlegetni nem szívesen emlegetek egyet sem, mert én sem nagyon emlékszem rájuk. Beszéljünk pár szót az István a királyról, hisz újból színpadon van. Hogy tetszik neked? Egy nagyon fantasztikusan izgalmas és érdekes megközelítésben került a Budapesti Operett Színház színpadára, Székely Kriszta rendezésében, aki valójában, mint minden István király bemutató, újjá született a képzeletében a darab. Igaz ugyan, hogy a zene és a szöveg változatlan maradt, de az a környezet, amit teremtett köré, az nem ez a patetikus történelmi tablókép, hanem valami nagyon általános, valami olyasfajta drámai összeütközések sorozata,
ami akár egy családon belüli konfliktusnak is elképzelhető, akár egy ókori görög tragédiának. Mondhatnám, hogy elemelte a mindennapi értelmezések szintjéről, és általános érvényűvé tette a darabot, és amúgy pedig az előadók, akik az Operett Színház énekesei, tényleg fantasztikus produkciót nyújtanak, és először történik meg az, hogy legalábbis zenei megközelítésben minden tökéletesen a helyén van, mert eddig, hát nagyon gyakran a zene az szallagról ment, playbackről ment, és bár voltak kitűnő színészek, akik előadták, nem mindig tudták jól elénekelni. Akik meg elénekelték, azok gyakran nem voltak jó színészek. Itt most minden együtt van, úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy ne hagyják ki ezt az előadást. És ez nem a reklám helye, de hogyha azt mondtad, hogy a régi nagy színdarabokhoz, görög drámákhoz is hasonlíthatok, akkor fönn fognak maradni úgy, mint a görög drámák? Ez a darab hát nézd, most már a 35. évfordulóját ünnepeljük. Egyébként lesz egy ilyen jubileumi ünnepi előadás az arénában december 17-én, ahol Levente is, meg én is fellépünk, és elénekeljük a magunk is apró kis részletét, karakterét a darabban. Hát úgy néz ki, ha egy ilyen darab 35 évig ilyen változatlan módon képes fölkelteni az érdeklődést, ami már azért több generációt jelent, akkor valószínűleg a következő generációk számára is érdekes és izgalmas lesz. Ráadásul az az érzésem, hogy azért ez a darab a magyar történelemben nagyon gyakran előforduló és folyamatosan jelenlévő konfliktus helyzetet dolgozza fel, ami mindig újra és újra értelmezhető az adott társadalmi környezetben. Valamikor régen a hordozók jelentették a sikert, voltak kislemezek, voltak nagylemezek. Ma viszont már szinte nincsenek hordozók, belem a legnagyobb kiszúrás, hogy vettem magamnak egy autót, és a világon minden van benne, csak nincsen benne CD lejátszó. Hát ez a digitális korszak, 21. század, viszont az autódba is bármelyik rádióállomást, amely interneten sugároz, foghatod, így hát nem vagy ahhoz kötve, hogy éppen az adott kedvenc rádióadód sugárzási környezetében legyél, Magyarországtól több százezer kilométerre is, ha van ennyi, de több ezer kilométerre is foghatóak olyan rádiók, amelyek egyébként már Budapesttől 50 kilométerre nagyon rosszul jönnek. Valamikor, amikor fiatal voltam, a Szabad Európa Rádió közel-keleti tudósítója voltam, úgyhogy tudom, hogy milyen egy messziről szóló rádiót megpróbálni, hallgatni. A kérdés az, hogy vajon az új szám milyen hordozókra került föl, hisz azért akarjuk vagy nem akarjuk, a régi fekete bakelit lemezek, azok elkerültek a világ minden tájára, minden stúdióban ma még ott vannak, igaz, hogy ma minden elektronikáról és egyebekről megy, de jó egy lemezt megfogni, jó egy lemezt föltenni a lemeztárba. Én teljes mértékben egyetértek veled, és én azért őrzöm a régi bakelitnek nevezett vinil lemezeimet, de most ez az új dal, ez az Akit a hazája nem szeretett című, ami nem olyan régen került föl egy internetes oldalra. Ez most csak online forgalomba elérhető, és én magam is kíváncsian figyelem a hatását. Én eddig mindig, ha írtam valamit, az általában megjelent, utóbbi időben már inkább csak CD-n, bár a menedzsment néha megörvendeztetett engem bakelit fekete lemez kiadással is. Szóval ez csak a online felületen elérhető. A zenész barátaim azt mondták, hogy így is elég jelentős ismertséget lehet ma már szerezni, és úgy érzem, hogy van valami igazság benne, mert most ugye 2-3 héttel vagyunk a bemutató után, a Lángoló Gitárok oldalán jelent meg november elején, és most már több mint 200 ezeren látták és nézték, és talán szerették is ezt a dalt. Perceken belül ránk törnek az ünnepek, december elején Hanuka van, 8 napon keresztül örömködünk, utána karácsony van, és december 17-e előtt van még két koncert, egy koncert, meg egy jutalomkoncert. Miért nem lehet már jegyeket kapni szinte egyikre sem? Hát most már nem, ha ezt a mai napon beszélgetünk erről.
úgy tűnik, hogy elkeltek a jegyek. Eredetileg december 10-ére terveztük az előadást, mert 1948. december 10-én fogadta el az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, mint azt a közös eszményt, amelyre minden népnek és minden nemzetnek törekednie kell, és ennek immár 70 éve, és ez a 70 éves évforduló, ugye tulajdonképpen ennek az egyezménynek a tiszteletére tartom ezt az előadást, és gondolom, hogy ezzel az előadással is fölhívom a figyelmet mindenkinek, hogy ez az egyezmény létezik egyébként a magyar jogrendszerbe is beépült. Örülök, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel másnap meg kell ismételni, és egy ráadás koncertet kell ebből. Hát ezen a koncerten nem csak az új számok lesznek, hanem a régiekből, illetve a legfrissebbekből is hallhatunk. Természetesen azokból a dalokból állítottuk össze a műsort, amelyek valamilyen formában mégiscsak rezonálnak, vagy van valami közük ehhez a témához. Mert meg kell mondanom, hogy elég sok ilyen dal van. Lesznek vendégeid is ezen a koncerten? Nem. A vendégeim azok tulajdonképpen azok a fiatal zenészek, akik engem ezen a koncerten kísérnek, Kirchner Péter vezetésével. Egy nagyon kedves fiatalokból álló csapat, akikkel nagyon jó érzés és nagyon harmonikusan. Miért magadat látod bennük? És az az érzésem, hogy bizonyos értelemben nem csak a zenei formákat, hanem a gondolataimat és azt a szellemiséget is tanulják tőlem, és örömmel követik, amit én képviselek ebben a szcénában. Igazából most a Mici Mackót szeretném hallgatni, vagy valamit a régi nagyslágerekből, hisz erre a riportra sokkal többet készültem, mint általában minden beszélgetésre. Körülbelül másfél órán keresztül a YouTube-on lógtam, és Illés Brody szerzeményeket hallgattam, és bámultam, és egy ilyen időutazáson vettem részt. Úgy mi a kérdés? Semmi, csak akartam mondani, hogy valaki kiszámolta, hogy a másfél óra nagyon kevés, mert ha valaki az én dalaimat lejátszaná sorrendben, akkor lenne egy ilyen rádió, ami esetleg valamilyen esemény kapcsán, amire nem szeretnék így előre gondolni, majd az összes Brody számot lejátsza, az 3 napon keresztül játszaná a dalokat. 3 napon, 3 éjjel át Brodyt hallgatni, de inkább Brody éljen még sokáig, de ehhez nem kell meghalni, nem kell ehhez évforduló. Íme a lehetőség most minden rádiószerkesztőnek. Fölajánlottuk, fizesse ki a jogdíjat, és 3 napon, 3 éjszakán játsza, és akkor most a 3. bejátszás következik, hisz azt ígértük a nézőknek, hogy nem csak beszélgetünk, hanem kellemesen zenét is hallgatunk, és akkor lássuk, halljuk a 3. bejátszást. Korosztályom gyakran találkozik azzal a déjà vu-szerű élménnyel, bizonyos helyzeteket, figurákat, jelenségeket látva, hogy az az érzésünk, hogy hát bizony ezek ugyanazok. Voltak nehéz idők, de a gondra gyeféle ciklusokkal sohasem törődtek ők, mert az erősek mindig úgy érzik, hogy csalhatatlanok. Édesapám csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. Mikor az entrópia emelkedik és mindent felkavar, a szolgálatok beindulnak, hogy ne legyen túl nagy a zaj, s kitüntetett szerephez jutnak megint a segnyalók. Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek ugyanazok. Itt szép lehetsz, de okos ne, mert kötelező a hit,
és ellenség lesz mindenki, aki kételkedik, és erkölcsről papolnak álszent köpönyek forgatók. Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek ugyanazok. Lassan kihull a memóriákból az egyéni tapasztalat, és átírja a központból kiküldött új adat, s jönnek a minden rendszerhez alkalmazkodók. Édesapám, csak azt nem mondd, hogy ezek ugyanazok. Ahogy mindig újra kezdődik a bálvány körül a tánc, megint befonja életünk egy láthatatlan lánc. Jönnek a lelkes ostobák, s a gyáván megalkulók. Édesapám, csak azt nem mondd, hogy ezek ugyanazok. S ha végül rájuk dől a ház, mert nincs már több hitel, majd mást vádolnak azzal, amit ők követtek el. És engedelmes szolgáló a törvény és a jog. Édesapám, csak azt nem mondd, hogy ezek ugyanazok. Kedves fiam, édes lányom, véssétek be jó, e szép országban pusztít más is, nem csak az alkohol. Jönnek majd és hirdetik, hogy milyen nagy magyarok, de tudjátok, hogy ezek bizony mindig ugyanazok. Édesapám, te megmondtad, ezek ugyanazok. Édesapám, te megmondtad, ezek ugyanazok. A családok évére azt éljük, te megtetted, ami a jó családban megtörténik. Hány gyermeked van? 4 gyermekem van. Az első feleségemtől 3, akik már felnőttnek számítanak, és a másiktól van egy tinédzser korú. És unokáid? Az még nincsen. De unokák helyett van egy fiad. Hát ilyenkor el szoktam mondani, ugye, hogy a nagylányom, amikor érdeklődtem már elég régen a unoka felől, hogy mikor számítatok rá, mondta ezt némi kis szemtelenséggel, hogy ne csináljak neki programot, ha unokát akarok, akkor arról gondoskodjak én. Igen, ezt már nekem is egy rádió műsorban is mondtad, meg egy TV műsorban is, de jó ezt mindig hallani, mert jó a mondat. Mennyire szeretik ők Brodyt? Nem az apjukat, hanem a zenéjét. Mi a kedvencük? Biztos tudod, amit dúdol. Hát nem nagyon szerettem őket, hogy mondjam, ebben a művészi közegben forgatni, tehát amennyire lehetett, távol tartottam őket tőle, és nem volt semmiféleképpen kötelező az apa művészi tevékenység figyelemmel követni. Én szerettem volna attól mindig normális apuka lenni, aki hát függetlenül ettől a közismertségtől számokra. Ennek köszönhet, hogy nincsenek ilyen művészi alűrjeid sem? Nem nagyon vannak, nem nagyon vannak. Arra emlékszem, hogy amikor a nagyfiú, a Dani egyszer hazajött a suliból, akkor már olyan középiskolás lehetett, vagy még csak 8-os. Már olyan kis kamasz volt, és azt mondja, apu, a többiek azt mondják az osztályban, hogy te írtad azt, hogy hagyjál már békibe. Tényleg? Mondtam, tényleg, azt mondja, egész jó. Hát körülbelül így ismerik, tehát nem otthonról, hanem olyan visszajelzéskor. Most meg a lányom mondta, hogy erre a legújabb dalra, akit a hazája nem szeretett, erre most az egyik barátnője rezonált, írt neki, hogy elég ügyes a
Elég ügyes a felmenőd, mert hogy én egyébként szoktam a Lucának panaszkodni, hogy úgy érzem, hogy valójában az én közönségem azért mégiscsak az én korosztályom, és a fiatalabbak, az új nemzedékek azért már nem annyira figyelnek rám, ami amúgy érthető is, mert hát én sem nagyon figyeltem a nagyszüleim zenéjére. De én már a bizonyíték, hogy ez nem így van, hisz ami most az interneten megjelent zenét, hisz nem lemezen, nem, hanem egy weboldalon jelent meg, ha megnézzük a letöltések számát, van, aki nem a letöltéseket nézi, hanem majd a ketyegő jogdíjakat, az nagyobb, mint majdnem minden mai slágernek a hallgatottsága, pedig még alig került fel. Hát ez azért ad némi erőt ahhoz, hogy még újra összeszedjem magam. És nem a 96 évesek hallgatják a weboldalakon. Igen, mert amúgy gyakran jut eszembe az, hogy hát azért most már eléggé nyugger vagyok már 70-en túl, szóval most azért ezt a műfajt de valahogy ez valamikor... De csak egy fizikai dolog, hát, hogy valaki igen, nyugger. De azért a lelkébe, a gondolatvilágába azért megmaradt 33-nak, nem? Hát ha valaki, azt szokták mondani, hogy annyi éves, ahánynak érzi magát, de akkor én néha 120 vagyok. Hát amikor a kutyát kell sétáltatni, de amikor élni kell és gondolkodni, akkor talán még nem. Hát nagyon változó ez a relatív az életkorérzés. Amikor 2,5 órán keresztül állok a színpadon, akkor azt azért sokkal fárasztóbbnak tartom most, mint 30 évvel ezelőtt. Na de akkor örülj, hogy férfinek születtél, gondold el, hogyha egy énekesnő lennél, akkor közben sminkelni kéne menni, ettől megkíméltünk ma téged, akkor át kéne öltözzél, akkor ott illegetni kéne magad, így meg odaállsz egy gitárral, megtámasztod magad egy székkel, és vége a koncert. Hát igen, nem. Lepjük meg a közönséget azzal, hogy mondasz a listából valamit, hogy legalább 5 dalcímet, hogy mi az, amit tutit hallgatni fognak a koncerten. A koncerten? Hát a koncert némiképp történelmi áttekintés lesz, hiszen egy 70 éves évfordulót ünnepelünk, hogy ennek megfelelően szerepelni fognak benne régi dalok is, nevezetesen az 1971-ben megjelent Human Rights Oratóriumról, ami az Illés zenekarnak a produkciója volt, arról is lesz egy dal, a Virágok tengere, meg szerepelni fog a... Ami nagyon kötődik azért ehhez a témához, amiért hagytuk, hogy így legyen, de hát ugyanígy lesz a Szabadnak születtél, lesz még egyszer Szép a világ című dal is természetesen, meg hát a magyarok közt Európa is. Magyarok közt Európa is. Európában vagyunk fizikailag, és a lelkünkben is ott leszünk a koncerten. Ma jön december 17-e. Melyek lesznek azok a dalok, amit Szörényivel újra énekeltek majd az arénában? Az Operettszínház fogja bemutatni a darabot? Nem, ez egy különleges társulat, és a Levente a hagyományoknak megfelelően a Montekit választanál, a nyitányt énekli, én meg az Öreg Regus szerepét, ami a Gyászba öltözött csillagom címmel. Azt ígérte, édesanyám, fényesz, víg napokat élek, de olyan a világ, mindig szomorúbba térek. De majd ott énekelni fogom, és nem milyen elmondani. Jó ez a technika. Én azzal szoktam szekálni a hozzám érkező művészeket, főleg reggel, amikor még nincsenek beénekelve, hogy spontán jusson eszükbe valamit, és énekeljenek el. Tőled nem kérem, hogy énekeld el, elég, ha elmondod, vagy elszavalod. Nekem a kedvencem, amikor fiatalabb voltam, az a Mici Mackó volt. És ezt kéred tőlem? Na, egyszerű. Egy napon, mikor Mici Mackónak semmi dolga nem akadt, eszébe jutott, hogy tenni kéne valami nagyon fontosat. Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál. A Malackánál éppen akkor senkit nem talál. Persze lehet, hogy Malackának is akkor jutott eszébe, hogy valami fontosat kéne tenni. Így kerülték el egymást. Ha én bennülnék a stúdió másik oldalán, akkor biztos teljesen rámentem volna Bródi János arcára, hogy nézzék, hogy mindenféle súgók nélkül még mindig fejből tudja. Tehát hol van ő még a 70-től, még a 30-ig jár csak. Ennyi, ami mai adásunkba belefért, így reggelre és estére.
Brody sűrítve, arra buzdítom önöket, hogy próbálják meg a lehetetlent, pedig már nincsenek jegyek, álljanak kint a kongresszusi központ mellett, és próbáljanak hallgatni. Valamikor mi ezt csináltuk az IFI Parknál, ha nem jutottunk be, akkor mulattunk kint. A lényeg az erősítés már akkor is jó volt, és legalább kihaladszott valami ingyen és bérmentve, de minden elektronikus hordozón, meg biztos felvételek is készülnek róla, és ha ott lemaradnak a Brodyról, akkor majd december 17-én az arénába megnézhetik Szörényivel együtt. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Bízom benne, hogy az új szerzemények ugyanolyan nagy slágerek lesznek, mint az előzők voltak. Nehéz volt ezt a hármat kiválasztani. Ezt tudtam ajánlani önöknek. További jó tévézést. Velem majd reggel a Pirkadatban találkoznak. Jó éjszakát, a viszontlátásra. Köszönöm.